Nos, itt az ideje, hogy gázolaj szűrőt cseréljek a traktoron, mivel ki tudja, mióta van bent a régi, és ki lett pucolva korábban a gázolajtartály, így biztos, ami biztos, ki is cserélem a szűrőket. A két szűrőt már megrendeltem korábban, hogy a kettő van, egy finom és egy durva szűrő, tehát ez a durva szűrő, ez pedig a finom szűrő. Igazából nem lesz bonyolult a csere. Itt a két rögzítő csavart le kell engedni. Utána lehet szedni a szűrőnek a házát, és ki lehet cserélni a szűrőt. A legelső lépésként el kell zárni a gázolajtartályt, nehogy véletlenül itt folyjon. Úgy, ehhez csak egy 17-es kulcs kell. Úgyhogy mindjárt szépen akkor ezt le is szedem, aztán nézhetjük tovább. Le is szedtem. Látszik, azért ez nagyon koszos. Tele is van gázolajjal. Úgyhogy mindjárt ezt kiborítom. Aztán megnézzük, hogy kiszedem. Na itt a szűrő. Hát, mint látszik, tiszta rozsda az egész. Itt már a papír bomlik szét. Tehát maga a szűrőház is. Nem tudom, mennyire látszik, egy maró merhörösda, úgyhogy ezt ki is kell egy kicsit benzinezni, mert itt látszik, hogy mi folyik ki belőle, rozsdalé. Tehát ez mind, amit látszik, ez mind innen a szűrőből jött ki, és ilyen lenne ugye az új tiszta szűrő. Na, még ez jött ki az aljáról, ez ilyen rozsdás iszap lerakódás. Most, hogy kibenzineztem, ilyen lett. Hát, látszik az alján jó, az oldala még rozsdás, tehát majd cserélni kell a házat is, a szűrőházat. Na, de akkor rakjuk bele az újat. Kicsavartam a finom szűrőt is, csak ilyen akar lejönni. Fogok egy kalapácsot, és egy kicsit megütögetem, és le is jött. Ennyi. És akkor itt a finom szűrő. Hát látható azért ez is jó rozsdás. Bár itt legalább nincs iszap lerakódás, tehát azért valamennyit még szűrt a durva szűrő. Most egy kicsit ezt is kibenzinezem, legyen kitisztítva, aztán berakom az új szűrőt. Na, sikerült is kitisztítani. Nem tudom, mennyire látszik. Majd csinálok egy fotót. Leginkább sem ennyire. Nem a legjobb az eredmény, de sokkal jobb lett. Úgyhogy egyszerűen csak be kell rakni a szűrőt a házba. Így aztán. Kicsit szorul, de le is ment. Ennyi. És akkor most visszaépítem mind a kettőt az eredeti helyükre. Fontos, hogy a rögzítő csavaron van egy réz alátét. Egy szigetelés, ezt ugye így visszarakni nem lehet, vagy újat kell berakni, vagy ki kell lágyítani. Na, hát visszarakáshoz csak berakom a rögzítőcsavart, és szépen így ráhúzom, aztán mindjárt rászorítom, és akkor meg kell húzni itt külön. Gumi, szigetelés, vagy hasonló, az nincsen. Úgyhogy a tömítőgyűrűt azt pótolni kell, mert a gyári katalógus szerint kellene lennie, csak gondolom valószínűleg elmaradt az évek során, úgyhogy mindjárt keresek egy belevalót, és azzal együtt rakom fel. Nos, és akkor össze van szerelve, ami most a legfontosabb, hogy le kell légteleníteni, ugyanis ez most teljesen üres, nincs benne gázolaj, így nem indul el a motor. Persze előtte nyissuk meg a gázolaj tartályelzáró csapot, hogy szabadon jöhessen a gázolaj. Majd ezután ki kell lazítani a légtelenítő csavarokat, majd a pumpát az adagolóházon, és el kell kezdeni pumpálni. Így szépen feltöltjük gázolajjal a szűrőt, házat. Addig kell csinálni, amíg a légtelenítő csavarokon el nem kezd kijönni a gázolaj.